Jó estét kívánok, köszöntöm az Együtt magazin nézőit. Tartsanak velünk ma este is, érdekes témákkal foglalkozunk. A kémia csodálatos világa, fizika, robotizáció, virtuális technológia. Egyebek mellett ezekkel ismerkedhettek meg a napraforgó városi napközis tábor gyerkőcei. Mi pedig természetesen készítettünk belőle egy összeállítást. Robotok, drónok működtetésével, ne nyom bele, hogy beleérjen, valamint természettudományos laborkísérletekkel ismerkedhettek meg, de készítettek napórát, valamint programozhattak is a gyerekek. Itt ezen a roboton van ugye ez a színszenzor, és ezt programozzuk arra, hogyha valamilyen színt meglát, akkor álljon meg, és esetleg csináljon bármit is. Tehát, hogy forduljon meg, és kezdjen el menni attól a színtől el. Legóval robotokat programozunk, mert imádok legózni, és itt egy csomó dolgot megtanultam, és szerintem ez nagyon érdekes. Mit tanultál meg például? Hát, hogy például, hogy kell belépni, hogy kell megállítani és elindítani a robotot. Délelőttönként tehát ilyen érdekességekkel töltik idejüket a tábor eheti résztvevői. Robotika, kémia, varázslatos világa, fizika, mindent a virtuális világról. Többek között ezekbe nyerhetnek bepillantást azok, akik ellátogatnak ide Székesfehérvárra, a civil központba, ezen belül is a Titkok házába. Mellettem pedig vendégem igazgató úr Borján Péter, a Titkok háza igazgatója. Kicsit meséljünk arról, hogy tulajdonképpen itt táborozó gyerekek vehetnek részt a programokon, amik itt zajlanak a helyszínen. Milyen együttműködésről számolhatunk be, egy kicsit talán a kezdetekről beszélj. Az egész együttműködési kör hátteréhez hozzátartozik, hogy itt az Óbudai Egyetem Alba Régia műszaki karával közösen valósítjuk meg ezt a projektet. Ez egy több tanítási fél évet áttörelő program, aminek a fő célja az az, hogy minél több diákkal elfogadtassuk azt, hogy érdemes a műszaki pályák, a mérnök pályák iránt fordulni, amihez viszont a tanulás az valahol azoknál a nem feltétlenül közkedvelt tantárgyaknál kezdődik, amit matematikának, fizikának, biológiának, kisebb alkalmazott tudományterületeknek neveznek, és a mi célkitűzésünk, a küldetésünk, hogy az ő érdeklődésüket ezekbe az irányokba fordítsuk, minél kisebb korban megismerhessék ezeknek a varázslatos világát, és miután ugye itt vagyunk egy olyan városban, egy olyan megyeszékhelyen, amelyben azért a gazdasági szereplőknél a robotizálás, az automatizálás ma már a mai technológiák tekintetében szinte elkerülhetetlen, és ezekben az irányokban fejlődnek tovább. Így azt gondolom, hogy természetszerű, hogy mi Székesfehérvár megyei jogú város önkormányzatával is szoros együttműködésben vagyunk, és itt egy olyan együttműködői kör alakult ki, akinek mindenkinek közös érdeke, hogy a program megvalósításán túlmenően is folytatni tudjuk majd ugyanezzel a módszertannal ezeket a programokat. A város számára nyilván nagyon fontos, hogy minél több szakember helyben nevelődjön ki, és helyben helyezkedjen el, és itt gazdagítsa majd a szürke állományt. Mi pedig ehhez igyekszünk segítséget nyújtani, és a tábor is egy ilyen együttműködési pont, egy ilyen együttműködési lehetőség. Egyrészt szeretnénk megmutatni, hogy mi ezt közösen gondoljuk így végig, másrészt pedig természetesen egymás programját kiegészítve magában a program megvalósításban is tudunk segíteni. Láthatják a nézők, hogy a gyerekeket tulajdonképpen magával ragadta a robotika, a robotizáció világa. Egy kicsit talán beszéljünk a szakmaiságról, azokról a programokról, ami még itt várja azokat, akik betérnek a Titkok házába. Vendégem Jancsó Tamás. Igen, a Titkok háza februárban indult, és ebben a fél évben 10 programot hirdettünk meg, és most a táborozók ebből a 10 programból kapnak egy kis ízelítőt. A LEGO robotokkal ismerkednek, a drónokkal, a drónok világával, robotkart programoznak, kis csillagászati programot is kapnak, zseb napórát készítenek, illetve csillagászati távcsövekkel ismerkednek meg, szabadulószobából kell
valahogy kijutniuk, virtuális valóság sarokban többféle dolgot is kipróbálnak, egy robotot kell irányítani, vagy össze kell rakni egy motort darabokból, vagy a világűrben kell utazni. Tehát ehhez hasonló kis ízelítőt kapnak ezen a héten, illetve hát kirándulnak is egy napot, zöld kaland hegyen, völgyön, hogy a természetbe is kín legyenek, ne csak itt benne a négy fal között. Miért lehet fontos, hogy már ekkora korban megismerkedjenek a gyerekek azokkal a technikai vívmányokkal, amik hát tulajdonképpen itt megtalálhatóak a titkok házában? Igen, az iskolarendszerű oktatásban nincs ideje az iskoláknak arra, hogy sem eszközökben, sem időben, hogy a gyerekekkel ezt megszerettessék, és hát nekünk az a célunk, hogy az olyan mumus tárgyakat, mint a matematika, fizika, biológia, kémia, megszerettessük játszva, tanulnak a gyerekek, észrevétlenül sajátítják el az ismereteket, és közben teljesen úgymond ilyen flow élményben van részük, elfeledkeznek arról, hogy ők nem iskolában vannak, tehát ez nekik játék. Nekünk pedig egy komoly szakmai kihívás, ugye egyetemi tanárok oktatnak, hogy a gyerekeknek minél több tudást közben átadjunk. Vendégeimnek köszönöm szépen a hasznos információkat. A gyerekek tehát, akik ellátogattak ide a héten, érdekes dolgokkal találkozhatnak, de nem csak ők, hanem mindenki, aki betér ide a titkok házába, megismerkedhet az új technológiai vívmányokkal. A szervezők nem titkolt célja, hogy a diákokat a műszaki pályák felé tereljék a foglalkozásokkal, hogy az ide látogatók elmélyülhessenek a jövő világában, technológiáiban. A helyszínen rengeteg program várja őket, gyermekeket, felnőtteket egyaránt. Szeptembertől újabb 10 program indul a helyszínen, lesz 3D nyomtatás, GPS kincskereső térképezés, csillagászati szakkör, és a műholdak világával is megismerkedhetnek az ide látogatók. Ha jó az idő, egyből megtelik a Velencei tó partja, viszont a fürdőzőknek több szabályt is be kell tartaniuk annak érdekében, hogy ne történjen baj, de emellett a vízirendőrök is óvják épségüket. Egy kicsit elköszönt tőlünk a jó idő, de az előrejelzések szerint hamarosan visszatér a kánikula, ezzel együtt a tömegek is a vízpartokra, akár ide a Velencei tóhoz. Viszont vannak olyan szabályok, amiket nem lehet elégszer hangsúlyozni a nyári időszakban, de hogy pontosan mik ezek, az Bodó Miklóstól, a Gárdonyi Rendőrkapitányság közlekedésrendészeti vezetőjétől kérdezem. Tulajdonképpen milyen is a helyes fürdőzői magatartás? A legfontosabb azt gondolom, hogy a viharjelzésnek az ismerete. A Velencei tó térségében 4 darab viharjelző állomás működik. Ezek sárga fénnyel villognak, amennyiben viharjelzés van. Első fokú viharjelzésnél percenként 45-öt, ekkor 500 méterre szabad csak eltávolodni a parttól, illetve másodfokú viharjelzés esetén 90-et villognak percenként, ekkor viszont a tóban fürödni tilos. Ugyanígy tilos éjszaka is, kivéve, hogyha meg van világítva a vízfelület. Nagyon fontos még annak a betartása, hogy csak olyan menjen a tóba, aki biztosan tud úszni. Tehát aki nem tud úszni, ne távolodja a parttól, illetve gyerekeinket mindenképpen felügyelt, mert játszunk, fürdőzzünk velük a vízben. Ugye most tükör sima a tó, hogyha ránézünk, akkor lehet látni, hogy teljesen sima a víztükör. Ilyenkor is leselkedhetnek veszélyek a fürdőzőkre? Azt gondolom, hogy a strandon belül, ha strandokat veszük igénybe, akkor erre kicsi az esély. Tehát mindenképpen, ha lehet, olyan vízterületen fürödjünk, ahol strand van, ahol vízimentő van, illetve egyéb helyen, ahol erre nincsen lehetőség, nem vagyunk biztonságban, ne menjünk a vízbe. Mennyi dolguk van a vízirendőröknek? Most szerencsére itt ki van kötve a két hajó, de azért akad munkájuk, gondolom, az egyenruhásoknak idén-nyáron is. Igen, kollégáim minden nap 10 óra és 22 óra között látnak el szolgálatot a Velencei tavon, a köztes időszakban pedig készeti szolgálatot látnak el. Idén már 54 fővel szemben kellett biztonsági intézkedést kezdeményeznünk, ez gyakorlatilag 54 fő kimentése volt a Velencei tóból. Milyen esetekben kellett kivonulni? Tehát ez a mentés, ez pontosan mit jelent? Miért kellett őket kimenteni?
Jellemzően úszók elfáradnak az úszás közben, és nem tud partot érni, illetve vízi eszközöket használnak, elsodródnak a szélbe, viharjelzésnél mennek be esetleg, illetve olyan nagyobb vízi eszközzel mennek hajóval, csónakkal, ami a viharban nem tud kijönni, ilyenkor segítettek munkatársaim partot érni. Hogyha valaki esetleg bajba kerül, miként szólhat a rendőröknek, illetve ha valaki a partról tapasztal valamit, akkor miként értesítheti a rendőröket? Nyilván 112-es segélyhívó szám az, ami az elsődleges. Nagyon fontos az, hogy pontosan tudjuk azt, hogy hol vagyunk, hova menjen a segítség, hiszen a rendőrök csak akkor tudnak segíteni és időben odaérkezni, ha pontos helyszínt kapunk a bejelentésből. Itt nagyon fontos, hogyha elmegyünk a vízbe úszni egyedül, akkor valaki tudja, hogy hol mentünk be a vízbe, mikor fogunk visszaérkezni, hogy esetleg bajba kerülünk, akkor tudjunk segítséget nyújtani. Egyébként ez az esetszám az elmúlt évekhez képest alacsonynak, magasnak számít. A Velence mennyire biztonságos tulajdonképpen? Azt gondolom, a Velencétől biztonságos, a viharjelzők működnek, a rendőri szolgálat folyamatos, illetve a strandokon is működnek civil, úgymond vízimentők, tehát a biztonság azt hiszem, hogy megvan. Az 54-es szám nem egy kiemelkedő szám, de mindenképpen nagy odafigyelést jelent a vízirendészeti szervnek. Ezek a számok miként szoktak alakulni, eloszlani az év hónapjait tekintve? Jellemzően ezek a május és a szeptember közötti időszakban keletkeznek ezek a vízből mentések, hiszen ekkor tartózkodnak a legtöbben a tóban. Nagyon szépen köszönöm. Tehát néhány szabály, fontos szabály mindenképpen van, amit be kell tartani, ezeket hallhattuk az elmúlt percekben. A nyári kánikulában pedig ismét lehet látogatni majd a Velencei tavat, és érdemes is. Jelmezek, játékok, mesék kerülnek a középpontba az Öreghegyi Közösségi Házban a héten. Sosem volt mesék címmel indult pszichodráma tábor gyerkőcöknek. Mutatjuk a részleteket. Azon túl, hogy a gyerekek egymással ismerkedhetnek meg, a hét folyamán önmagukkal is szorosabb kapcsolatba kerülnek itt Székesfehérváron, a pszichodráma segítségével, a mesék által. De hogy ez pontosan mit is jelent, azt Rosta Helga táborvezetőtől kérdezem. Mi is tulajdonképpen a pszichodráma, miként működik? Ezt úgy kell elképzelni egy tábor keretein belül, hogy reggel megérkezünk, ismerkedünk egymásra, egy kicsit belerázódunk a napba, és onnantól kezdve tulajdonképpen csak mesékkel foglalkozunk, és ezeket a meséket, ahogy a tábor címe is mutatja, sosem volt meséknek hívjuk, mert ezek itt születnek, ezeket a gyerekek találják ki közösen, tehát mi csak segítünk nekik koordinálni, hogy hogyan tudják összeegyeztetni a különböző szerepeiket, történeteiket. Erről van szó tulajdonképpen, tehát hogy meséket találnak ki, és meséket játszunk el közösen. Tehát ezekben a mesékben mi is szereplünk. Ennek milyen jótékony hatásai vannak egyébként? Miért fontos ez már ilyen pici korban, gyerekkorban? Hát a pszichodráma, amiről egyébként a gyerekek nem tudják, hogy micsoda vagy mi történik, lehetőséget ad arra, hogy a szorongásaikat, a feszültséget, agressziót kiátsszák magukból, belehelyezve egy szerepbe. Tehát ilyen, mivel a gyerekek szimbólumokban tudnak még gondolkodni, ezekkel a szimbólumokkal játszanak. És tulajdonképpen egy kicsit így kirakják magukból ezeket a dolgokat. Ennél persze bonyolultabb ez a folyamat, de hogy tulajdonképpen a lényege ennyi. Milyen problémákat tud egyébként megoldani a pszichodráma, ami egyébként ridegül hangzik, de mintha, hogy hallhattuk is, itt tulajdonképpen mesékről van szó. Hát igen, a gyerekeknél mesékről van szó. Nagyon sok mindenben, hogyha ez egy terápiaként működik, tehát hogyha egy ilyen hosszabb folyamat, nyilván egy tábor ezt nem tudja nyújtani. Szorongásra, agresszió, testvérféltékenység, halál, tehát ilyen családban történt haláleset, válás, beszéd, zavar, nagyon-nagyon sok mindenre jó tényleg. Tehát, hogy tulajdonképpen én azt gondolom, hogy minden gyereknek jót tenne, hogyha járna pszichodrámára is. Mert a gyerekek még szinte lubickolnak a mesében, szerintem ezeket mondhatom, csak úgy jön belőlük. Tehát nem kell semmi instrukciót mondani, nem kell elmagyarázni nekik, hogy mi az a mese, vagy hogyan áll össze. Nyilván vannak módszerek, amikkel elő tudjuk csalogatni ezeket a meséket, különböző technikák, de az a tapasztalat, hogy a táborokban sincs erre szükség, mert egyszerűen csak így jön belőlük, és ez egy ilyen természetes közeg a gyerekeknek. Igen, pont ezt szerettem volna kérdezni, hiszen nem ez az első turnus, hogy mik a tapasztalatok egyébként, a gyerkőcök mennyire nyitottak, hogyha belecsöppennek egy új közegbe, új társaságba, hogy akkor is fel tudnak-e itt szabadulni, és el tudják-e magukat engedni?
Az a tapasztalat, hogy igen, tehát hogyha van is olyan gyerek, aki egy kicsit kiül, hogy most ezt nem szeretné csinálni, és ez nagyon fontos, hogy itt semmi sem kötelező, tehát nincs olyan, hogy mindenképpen játszani kell, mindenképpen tenned kell valamit. Hogyha nincsen kedve, akkor kiül. Persze nem azt kell elképzelni, hogy anarchia van, mert előbb-utóbb bevonódik a mesébe, csak van, akinek idő kell hozzá, hogy eljusson arra a pontra, hogy beálljon egy történetbe, de egyébként meg működik. Tehát, hogy azt lehet elképzelni, hogy bejönnek reggel, és pénteken már itt mindenki 9 órakor jelmezben fog ülni, és tudni fogja, hogy milyen szerepet szeretne aznap játszani. Nagyon szépen köszönöm. Tehát mesékkel, jelmezekkel és játékkal fog telni itt az Öreghegyi Közösségi Hét a táborban a gyerkőcökkel. Örök vita, hogy elég a 10 000 lépés az egészség megőrzéséhez. Egy friss tanulmány szerint viszont még ennyit sem lépnek a magyarok. Egy átlagos napon 4500-at mutat a számláló lefekvés előtt, ami viszont nagyon kevés. Délelőtt már 2788-at mutatott az okostelefon lépésszámlálója. A fehérvári férfi fontosnak tartja, hogy meglegyen a napi 10 000. Ezt folyamatosan ellenőrzi is az alkalmazásban. Egy kicsit van is izom, meg egy kis zsír, úgyhogy sokat szoktunk sétálni gyerekekkel a városba. Nekem a friss levegő kell, hogy együtt vagyunk, úgyhogy kellemes, hasznos. A sétával, mint minden mozgásformával megőrizhető az egészség. A szakember szerint nem a 10 000-es száma fontos, hanem a rendszeresség. Plecser Ádám szerint, mint minden sportnál, itt is a fokozatosság elvét kell szem előtt tartani. Nagyon-nagyon keveset végzünk fizikai munkát, és azt gondolom, a testünknek nagyon nagy szüksége lenne arra, hogy átmozgassuk, hiszen hát ez egy nagyon tökéletes rendszer, ami tökéletesen működik akkor, hogyha be van járatva, ugyanúgy, ahogy egy sportautó sem fog működni tökéletesen, hogyha nincs időnként megjáratva, ugyanúgy ez a tökéletes sportautó, vagy ez a rendszer, ami mi vagyunk, ez sem fog jól működni. Azt gondolom, hogy egyrészt persze fontos az, hogy darabra, vagy hát lépésre meglegyen mondjuk ez a 10 000, de lehet ez egy más szám is. Ez mert nagyon fontos, hogy mi az, amit kaphatunk mondjuk a sétálástól, vagy a rendszeres testmozgástól. A sétálásban szerintem egyébként az egyik legjobb, hogy kicsit átrendezhetjük magunkat, kicsit átgondolhatjuk az életünket, és egy jó esti séta a családdal, vagy a párunkkal, a gyerekekkel, vagy bárkivel, vagy egyedül, az azt gondolom nagyon sokat hozzátehet ahhoz az élethez, ami hát gyakorlatilag a célunk legyen, hogy boldogok és kiegyensúlyozottak legyünk. És hogyha azt a részét nézzük, hogy a fizikai sportnak vagy a fizikalitásnak mi lehet a legnagyobb előnye, akkor gyakorlatilag ez lesz. Ha van egy jó mennyiség, egy jó mozgás, amit elvégzünk, akkor megkaphatjuk azt, hogy egészségesek leszünk, kiegyensúlyozottak, a másik pedig az, hogy egy kicsit szellemben is felfrissültebbek lehetünk, és azt gondolom, hogy ez az, amire kell nekünk törekedni, és hogyha egy ilyen boldog életet szeretnénk, akkor biztosan a 10 000 lépés, ha 5 000, 8 000 vagy 13 000, akkor az lesz, hogy azt tegyük meg, és ezzel gyakorlatilag magunkért fogunk tenni. Ami nagyon fontos, hogy mindig, amikor van egy ilyen kutatás, akkor mindenki gyorsan elkezd sétálni, és akkor belecsap, hogy eddig nem sétált semmit, de majd most mindenhova gyalog megy. Megint azt tudjuk mondani, amit mi mindig mondunk, hogy a fokozatosság elve itt is nagyon fontos lesz, hiszen hát, hogyha eddig csak 100 métert gyalogoltam, akkor nem biztos, hogy 15 kilométerre kell kezdenünk. Mi szerintem még nagyon el van rontva a mai időkben, hogy nem figyelünk a környezetünkre. Mindenki benne van a telefonban és minden más egyébben, és nem figyel a környezetére. Pedig nagyon jó kiegyensúlyozott életet élhetne, hogyha egy kicsit úgy együtt mozogna, együtt lenne a természettel és a séta, az erre az egyik legtökéletesebb lesz. Hála Istennek szerintem Székesfehérvár tökéletes abban a szempontból, hogy nagyon jó kis erdők, kis parkok mindenhol vannak, úgyhogy ott aztán nem lehet kifogás, hogy a 4 fal között kell, hogy maradjunk. A gyaloglásnál fontos szem előtt tartani, hogy azt valóban engedi egészségi állapotunk, hiszen egy térd vagy csípő problémán csak rontana a gyakori séta. Ilyenkor érdemes szakember véleményét kikérni. A másik, ami nagyon fontos ennél a mozgásformánál, a jól megválasztott cipő, egy hosszabb túrához pedig már érdemes minimum egy palack vizet is vinni. Lehet, hogy a sétától nem leszek nagyon izmos, viszont azt gondolom, hogy minden más adhat még ez mellé, amit esetleg más sport nem adhat. Hogyha sportot választunk,
akkor azt mondom, hogy a karakterünknek megfelelő sportot próbáljunk választani. Hogyha milyen küzdősportosok vagyunk, akkor menjünk oda, de ha nem szeretünk mondjuk bunyózni, most ezt idézőbe teszem, akkor ne bunyózni, menjünk, akkor lehet, hogy a sétával mi többet fogunk magunkért tenni, és kiegyensúlyozottabbak leszünk mondjuk egy sétától. A gyaloglásnak az egészségre számtalan jótékony hatása van, például aki többet közlekedik gyalogszerrel, annál a korai demencia és az Alzheimer kor kialakulásának esélye is alacsonyabb. Emellett erősíti a szemet, védi a szívet, növeli a tüdőkapacitást, segít a cukorbetegség megelőzésében, erősíti az izmokat és jót tesz a csontoknak is. Kedves nézőink, ez volt már az Együtt magazin. Én köszönöm megtisztelő figyelmüket, hogy ha tehetik, tartsanak velünk továbbra is. Én pedig jövő héten a megszokott időpontban újra várom majd Önöket. Viszontlátásra!